Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit a Vízvilágnapján, amely ünnep, ugyanakkor számunkra az agrárgazdaságban élők számára azt hiszem, hogy ez most egy borzalmas időszak, annál is inkább, hiszen most jelent meg Juhász Ádám geológustól egy tanulmány. Magyarországon a termőtalajoknak a felső rétege annyira kiszáradt, írja ő, hogy az elmúlt hónapok alatt, hogy a felső 20 cm-ben már csak 40% maradt a víz, ami katasztrofális. Éppen ezért egy belügyminisztériumi rendelkezés is megszületett március 21-én, amelynek értelmében tartósan vízhiányos időszak következik. Ez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezése. Erről többek között erről is fogunk beszélgetni. Mai vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért és állattenyésztésért felelős alelnöke. Tisztelte, köszöntöm. Jó estét minden kedves nézőnek. Semmi túlzás nincs abban, hogy ez katasztrofális helyzet. Az őszi vetésekre és a tavaszi vetések előtti időszakban egyaránt. Egyáltalán nem túlzó a kijelentés. Sőt, mi több, de a katasztrofális helyzetet nem lehet tovább ragozni. Az elmúlt 50 évben, amíg én visszatekintettem a tavasz időjárásokra, sehol nem találtam olyan időszakot, ahol itt a Fejér megyébe többek közt december 26-a óta Mezőfalván is 10,5 milliliter esett csapadékból 9 alkalommal. A legnagyobb eső az 2,1 milliméteres volt, ami önmagában is kevés, de az 1 milli alattiak meg tudjuk, hogy mit érnek, tehát jelzés értékűek nyomokba. Tehát nem esett eső. Nem esett eső, és itt vagyunk április közel elején most már, jövő hét végével már ugye április lesz. Gyakorlatilag a vízhiányos állapot, az egy országos állapotot mutat, sokkal-sokkal gyengébb vízellátottsági százalékok is vannak már Magyarországon talajokban. Szó szerint por van. Látszik, hogy a repce elkezd a fagytól is és a szárazságtól is kiszáradni. Nálunk egyelőre 25 hektár repce ment ki, ami ilyen értelemben kiszántásra kerül. És nap mint nap növekszik ennek a száma. A búzák ott vannak a talajon, és hát nem sárgulnak, hanem barnulnak. Még szerencse volt eddig az, hogy a fiziológiás állapot miatt a talaj hideg volt, a légkör is hidegebb volt az átlagnál. Következésképpen nem húzta a növény a gyökérből a nem létező vizet a tápanyaggal együtt. Most viszont, ahogy beköszöntenek a 10 fok fölötti hőmérsékletek, alulról nem lesz utánpótlás, mert nincs víz, ami vigye ugye a tápanyagot, és azon nyomba elkezdi majd szárítani a leveleket a búza. Ilyenkor van az állapot, hogy pillanatok alatt szárba tud menni, mert amelyik szárba tud menni, mert egyszerűen egy magot is akar valamilyen módon termelni, és lesznek a nem térdig, hanem majdhogy nem bokáig érő búzáink, most idézőjelben nyilvánvaló, tehát sokkal alacsonyabbak, mint eddig, de ha nem lesz itt csapadék, néhány héten belül, néhány napon belül óriási katasztrófák elé nézünk, a termés mennyiséget, és egyáltalán a növényeket illetően. És a tavaszi vetésekkel pedig egy óriási kérdés van. Zsákba maradjon, vagy elvessük? A cukorrépát nem vetjük el. Nem vetjük el Mezőfalván, mert egyszerűen annak nincs értelme, hogy a porba elvessük, majd valamikor jön rá egy eső, talán attól függ milyen, kijön 30-40%-a, a többit meg kitárcsázhatjuk. Tehát, és csak a költségeket növeltük ezzel. És ez óriási anyagi veszteség. Ez óriási anyagi veszteség, hogyha hát a cukorrépa vető maga egyébként sem a olcsó áruk közé tartozik.
És hát ezt folytathatnám a olajretektől kezdve több olyan tavaszival, aminek már a vető ágyba kellene lenni. Nyilván a kukoricával tudunk várni a legkésőbbig. Tehát ott még a májusba való vetés sem vétek, főleg, hogyha előtte nincs víz ilyen értelemben. De bizony nagyon nagy kérdés a többi tavaszi is, hogy milyen magágyba, milyen vízviszonyok közé tudjuk betenni a vetőmagot. Na most nyilván, hogy az Agrárgazdasági Kamara azonnal kezdeményezte a vízhiányos állapotnak a meghirdetését. A jogszabály alapon ez, aki öntözni tud, ez nyilván kedvezményeket jelent számára, különféle díjtételeket nem kell kifizetni, a használhatóság, de nem részletezem most a jogszabályt, ezt mindenki, aki öntözéssel rendelkezik és öntözni tud, az ezeket ismeri, ez egy nagyon fontos anyagi segítség a gazdák számára. Na de hát az országban azért legyünk tárgyilagosak, az öntözés, többször beszéltünk itt is róla, nagyon fontos lenne ennek a kiterjesztése, de jelenleg ugye nem azt az állapotot éljük, hogy nagy számban növekedett volna az elmúlt években az öntözött területnek a nagysága. Tehát mindazok, akik öntözni tudnak, azok nyilván köszönik szépen, és ez nagyon fontos ennek a rendelkezésnek, hogy ez megerősítése is került, de az ország számos területén óriási vízhiányok vannak. Ott még kedvezőbb a helyzet, ahol mondjuk 20 milli csapadék esett, hát ahol 30, az már kés csoda. Tehát, és akkor nézzük meg egy tavaszi zápor, tavaszi nyári zápornak a mennyiségét, hogy majdnem itt van, hát a 30-nál nem, de nyilvánvaló, hogy 10-20 milli volt olyan, hogy leesett. Tehát ha nem intenzíven jön meg özönvízszerűen, akkor még jó is. Tehát bizony eztre az állapotra, a klímaváltozás ezen jelenségeire nem lehet felkészülni. Tehát most mondhatnám azt, hogy fel kell készülni, mire készülünk föl tavaly, és ugyanúgy kevésbé hektikusan voltak hónapok. Amikor 3 hónap volt, amikor ugyancsak 12-13 milli esett abba a 3 hónapba, de közte volt olyan hónap, még mindig emlékszem, hogy január, március, április hónapok voltak ezek, de közte mindig volt olyan hónap, amikor esett. Igen. Tehát amikor esett. És az valamennyit azért hozott. Hát a tavaly is kritikus helyzet volt, de jött a csapadék, és már gyakorlatilag márciusban jött a csapadék. Igen, a kritikus helyzetet nézzük, ugye egyik oldalról, hogy említett, tehát a harmadszintű eső nem fogja a kelést segíteni semmiképpen sem, és ráadásul, ha nézzük az időjárás előrejelzést, azért helyek közel megbízható az agrármeteorológia mindenképpen, és nem is jósolnak esőt. Ez viszont megerősíti azt is, hogy nem lehet a műtrágyát se kitenni, hiszen annak be kell mosódnia. Tehát, és ráadásul ugye nagyon is jól tudjuk, hogy tavaly óta 4-szeres az ára a műtrágyának. Mi egyáltalán ilyenkor a teendő? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy ezzel tulajdonképpen nem is, ha csak megjósoljuk, a jelentős áremelkedést is. De itt még nem tartunk, tehát maradjunk annyiban, hogy ilyenkor egyáltalán mit tud tenni a gazda? Még egyetlen gondolatra az asszálynál visszatérve, mindez a vízhiányos időszak párosul egy rendkívül erős légköri asszállyal. 20%-ok, meg 10%-ok a légköri nedvességek. Tehát a légköri nedvesség 16%, 22%. Hát ilyenre megint nem volt. Évtizedek óta példa, hogy ilyen fokú tavaszi légköri aszály legyen, ami hát nyilván valósultja a növényeket. Műtrágya árak. Lassan ott tartunk, hogy nem lesz műtrágya, hiszen a gyárak nagy része Európába kezdi beszüntetni a műtrágya gyártást, pont a kiszámíthatatlan energia, gázárak okán. Tehát a műtrágya vonatkozásában a gazdák azért előrelátóak voltak és betároltak. Aki nagyon szerencsés volt, az jóval előbb, aki kevesbé, az később, de alapvetően a műtrágya
a gazdák rendelkezésére áll. Nyilván kivétel mindig akad, de úgy, ahogy szerkesztő úr is említette, hát nagy kérdés, hogy vetéssel egy időbe, vetés után, vetés előtt mit szórjunk ki. Nagyon kérdéses, hogy hasznosul-e. Valamikor hasznosul, de most ilyen műtrágya árakkal kimenni a talajokra, amiben utána nem kerül vetőmag, hát az nagy kérdéseket egyébként vet fel. Ez a négyszeres ár, csak hogy hadd mondjam, hiszen egy közleménybe bepillantottam, hogy jelentős mennyiséget adtak el a hatalmas raklátkészletből, 870-890 eurós ár. Tájékoztatásul elmondom, hogy ez körülbelül majdnem négyszerese a tavalyi árnak, akkor 220-230-250 volt a műtrágya ára. És ráadásul az is bejelentésre került, hogy a műtrágya alapanyagául szolgáló ammóniára is jelentősen megnőtt, a gázárak nem különben, ami azt jelenti, hogy ez is probléma. Tehát úgy tűnik, hogy csőstől jön a baj. Hát nem csak úgy tűnik, hanem így történik. Hát a gázárak tízszeres emelkedése az köztudott ilyen tekintetbe, és hát bizony fönt mozog jelenleg is. Az összes inputár emelkedést hát messze nem segítette, sőt, mi több nagyon súlyosan érintette is inkább a romlás jelei, tehát az árkategóriák növekedése mutatkozik a szomszédunkba dúló háború kapcsán, és hát ez bizony olyan dolgokat is, és olyan lehetőségeket is most már mind komolyabban felvet az Európai Unióba, mint ez a bizonyos zöld egyezmény, a Green Deal, amely hát tudjuk jó, hogy nem egyezmény, mert senki nem egyezkedett senkivel, hanem csak egy diktátum, annak a felülvizsgálata, és ez nagyon-nagyon-nagyon megütötte a fülemet, amikor ugye a különféle növényvédőszerek kivonása kapcsán most már elkezdődtek azok a hangok, amik én itt többször is említettem, hogy ennek az lesz a vége, hogy előbb-utóbb a GMO-s lobby előjön, és bizony már most mondja, hogy lehet, hogy biológiai szükségállapotot kell kihirdetni arra vonatkozóan, hogy GMO-s növények termeszhetőségét engedélyeztetni, mert hát azok mennyivel olcsóbban lehet akkor. Nagyon érdekes fordulat. Valami Amerika. Nagyon érdekes fordulat ám ez. Abba zöld elképzeléseket az utolsó részig védő Európába, ahol pillanatok alatt majd azt mondjuk, reméljük mi nem, hogy hát akkor GMO. Akkor GMO. Miközben tűzzel vassal tiltották. Tiltakoztunk ellene, igen. De áltságosan, hatástanulmányok meg egyéb nélkül, mert közben pedig a GMO-s termékeket ugye dupla szájjal, ha úgy tetszik, fogyasztottuk, mert azoknak a tilalmát nem végeztük el, mint ahogy elmondja a cukorrépa gyártóknak a vezetősége és a magyarországi gyár is, hogy hát mennyivel olcsóbban behozza a nátszukrot, és ugyanolyan kelendő, mint a cukorrépából keletkezett cukor, igen, csak hát 26 féle olyan növényvédőszer maradvány tartalmaz, amit Európában már régen betiltottak. Tehát nagyon álságos az, hogy egyszerűen nem lehet megtermeltetni, mert zöldek vagyunk, de behozni be lehet. Tehát ezt nem is értem, ez körülbelül számomra olyan anakronisztikus, mint a széndioxid kvótának az adásvétele. Mint hogyha nem egy bolygón élnénk. Hát itt takarítsuk meg, adjuk el, kapunk érte pénzt, valahol meg kibocsátják. Igen. Akkor ez milyen klímavédelem? Tehát én ezt csak nagyon álságosnak tudom megfogalmazni, és nem is, hát persze értem, mert fölfogja az ember, hogy kereskedelmi lobbik tömege van mögötte, meg haszon, meg pénz, meg hagyd ne soroljon. Na de ez nem klímavédelem.
Tehát ez nem klímavédelem, hogy egy zöld megállapodásba áttelepítjük majd a különféle mezőgazdasági termeléseket harmadik, negyedik országban más világrészekbe, majd pedig az ott levő esetlegesen kevésbé ellenőrzött termékeket és hatóanyagokat meg szépen fogyasztjuk olcsón, drágán, mikor, hogy. Tehát nem jó ez, hogy az Európai Unió nem képes, nem tud, vagy nem akar, vagy nem szeretne, már bizony én sem tudom a pontos választ, logikusan és teoretikusan átnézve a dolgokat, strukturálisan gondolkodni ebbe a kérdésbe. Milyen hatással lehet, az imént most már felvázoltuk, hogy mi vár az agrárgazdákra, milyen hatással lehet ez a vásárlókra? Hiszen ne legyenek illúzióink, gyaníthatóan jelentős áremelkedés várható. Hiszen mondom, bocsánat, hogy még 1,5 millió hektár vár vetésre, mint tudjuk. Igen. Nyilvánvaló, hogy nagy mértékben függ szó szerint a következő hetek időjárásától. Ez nagyon lényegesen meg tudja határozni a jövőnek a lehetőségét és képét. Szerencsére a világban azért még mindig a csökkenő készletek ellenére is van élelmiszer, tehát forduló készletek voltak szemesből is, másból is. Az más kérdés, hogy a kereskedelem azonnal, ha kell és hiányt tapasztal, akkor ahogy szokta az egekig emeli az árakat, vagy mindaddig, amíg ugye a fizetőképes kereslet erre mutatkozik. De ez egy más kereskedelempolitikai dolog. De szerencsére a világban készletek még vannak, persze ezek végesek, és hogyha egy ilyen katasztrofális aszály ezt még tovább fokozza, a mellettünk levő háború akadályozza, ott egyébként esett az eső, hát látjuk a képeken, hogy milyen sártengerekben mozognak a harci gépek, tehát ha ott meg a vetés fog elmaradni a háborús helyzet miatt, akkor ugye ez dupla módon sújtja Európát, és bizony az élelmiszer árak elszabadulhatnak. Annak ellenére is, hogy a kormányzat mindent megtesz, hát az árstoppokkal, az energiaár fedéllel vagy kalappal, ugye amivel a felső árat korlátozta vagy maximalizálta, hogy ezt az inflatórikus hatást és ezt a szédületes változást, ami bekövetkezik, ezt mérsékelje. Ne hárítsa át azonnal az emberekre és a pénztárcájukra. Viszont a későbbiekben nyilván, hogy ez meg fog valamikor mutatkozni, hiszen az állami büdzsé sem végtelen, hogy ezt finanszírozni lehessen, és elképzelhető, hogy a jelenleg említett 26% körüli fogyasztói kosárba, amiben az élelmiszer ugye a átlag fizetésekbe benne van, a nyugdíjasoknak olyan 28% körüli, ez pár százalékkal emelkedni fog az élelmiszer ár emelkedésen, várható élelmiszer áremelkedés kapcsán, azzal együtt, hogy a fizetések is emelkednek, de a belső struktúra is sajnálatos módon a fogyasztói kosár felé várhatóan el kell, hogy mozduljon, mert egyelőre más alternatívát nem igen látunk, amellett, hogy ez megint teoretikus, mert ha tavasszal nem tudunk vetni, akkor nincs hazai élelmiszer. Ha nincs hazai élelmiszer, akkor megint egy másfajta szituáció van, bár itt is vannak raktárkészletek, és azért nyilván mondom, élelmiszer hiányra, éhségre nem kell számítani, de bizony az árstruktúra az nagyon instabillá válhat. Ennek ellenére a közös agrárpolitikát nem fenyegeti veszély, mondom én, tehát abban bízhatunk, ugyanakkor nyilván, hogy nehézségeket ró minden agrárgazdára és a fogyasztókra egyaránt, de hát egyelőre csak imádkozhatunk, hiszen nem tehetünk mást. Az esőért, és hát felelősséggel kell minden egyes dolgot úgy megfognunk, megvalósítanunk, hogy annak eredménye legyen,
és valóban eljött az ideje az élelmiszerpazarlás szó szerinti megszüntetésére, és arra való törekvésre, hogy amit elfogyasztunk, amit megvásárolunk élelmiszert, azt szinte maradéktalanul használjuk föl, hiszen egyrészt az aszály, másrészt ugye az állatok életéről már számtalanszor beszéltünk, tiszteljük meg az állatot azzal, hogy a húsát nem kidobjuk, hiszen az azért áldozta az életét, hogy bennünket boldogítson. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták. A különböző a mezőgazdaságban most következő időszak gondjairól, bánatairól beszélgettünk. Vendégem Zászlós Tibor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!